Bátran lehet a mai napra szabadtéri programokat tervezni, kirándulni, és inkább a nap első felében. Köszöntöm az M1 nézőit, Molnár Csilla vagyok. Ennek az oka pedig, hogy délután azért némi izgalom vár ránk, apróbb záporok, zivatarok kipattanhatnak, bár ezek nem lesznek jelentősek, de meglephet bennünket egy kis csapadék. Kedden viszont nem egy kis csapadékra számíthatunk, hanem eső, zápor, zivatar is várható, illetve hőmérsékletcsökkenés. Az a ciklon, ami mindezt okozza, egyelőre tőlünk nyugatra található, a kontinens ezen részében azért már hűvösebb az idő, és ott bizony most is szükség van az esernyőkre. Nos, ez a ciklon éri el a Kárpát-medencét a keddi napon. Addig viszont még tényleg feltöltődhetünk, ma például tökéletes nap, tökéletes vasárnap nyílik erre. A nap második felében kezd majd el beindulni a gomoly felhőképződés, és ahogy tornyosulnak a felhők, ahol bizony tornyosulnak a felhők, ott kialakulhatnak záporok és zivatarok, de láthatják önök is, hogy csak elvétve a Kárpát-medencében, és ezek mind nagyon rövid ideig tartóak lesznek, úgyhogy nem lesz markáns ez a változékonyság. A délnyugati szél pedig végig hozza nekünk a melegebb, az enyhébb léghullámokat. Ez a szél mondjuk néhol egy-egy erősebb széllökést produkálhat, eleinte a Dunántúlon, majd egyre több felé, de nagy területen inkább élénknek ígérkezik. A csúcsértékek viszont miatta általában bőven 20 fok felett alakulnak, összességében 22 és 28 fok közé melegszik a levegő, a magasabb értékeket a déli vármegyékben mérhetjük. Hétfőn még hasonló nap lesz, nem lesz zavartalan napsütés, lesznek azért felettünk fátyol és gomoly felhők is, de kitart a meleg. Aztán kedden, ahogy említettem, megérkezik hozzánk a ciklon. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordul, még egyébként szerdán is. Viszont nem lesz zárt a felhőzet, úgyhogy hosszabb, rövidebb időszakokra előbukkanhat a nap. Egésznapos esőre, egésznapos csapadékra nem kell számítani. Az éjszakáink enyhék lesznek, hiszen ezek a felhők bent tartják a hőt. Aztán csütörtökre már csökken is a csapadék, hajlam, egyre hosszabb ideig tartó napsütésre készülhetünk. Mivel az északi-északkeleti szél is beindul, ezért pár fokkal hűvösebb lesz. Csütörtökön még 17 és 22 fok közötti csúcsokra számíthatunk, aztán péntektől kezdve szép lassan kúszik felfelé a hőmérséklet, pénteken pedig már maximum csak egy-egy kisebb zápor, futózápor lehet, ez is csak néhol hazánk területén. Úgyhogy pénteken már inkább azért a napsütés fog dominálni, úgyhogy ez a változékonyság nem lesz markáns, és nem lesz hosszú életű sem. Sziromborzong a fán, lehull, fehérlő illatokkal alkonyul. A hegyről hűvös éjcsorog, lépkednek benne lombos fasorok. Megbúj a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek. Így szól a Radnóti Miklós Május című verse, amelyben szemléletes természeti jelenségekkel foglalja össze hónap időjárásának jellemzőit. Bár Radnóti korában klasszikusan tavaszi hónapnak számított, a globális felmelegedés hatására napjainkban gyakran láthatjuk, hogy a délutáni hőmérséklet meghaladja 25 fokot. Az imént elhangzott kedves sorokkal köszöntjük az édesanyákat, hiszen ma van anyák napja, amelyet Magyarországon először 1925-ben ünnepeltek meg. Idén a jeles nap egybeesik Radnóti Miklós születésnapjával, aki 115 évvel ezelőtt május 5-én látta meg a napvilágot. A költő verseiben gyakran megjelennek természeti képek, így időjárási elemek is. Egyik kötete a Tajtékos ég címet viseli. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!